Írt Palóc Erdély és Homogy irába közi néptánc koreográfiákat, de attól nem egy élanyag feldolgozása volt munkássága egyik fő célja. Nem csak a Sárköz, hanem Sió a Gárd, a Bukovinai székelyek és a Kaposmente is szerepelt a témák között. Az utóbbi évtizedben szép irodalmi kötetekben örökítette meg a paraszti kultúrát. A hagyományos vidéki élet eseményeivel, embereivel, jellemeivel foglalkozik. Felismertem, hogy ma elfelejtik azt a kultúrát, amit a parasztság teremtett magának, és aminélkül nemzeti kultúra nem létezik, vallja magáról. Az egyik könyvem mottója, hogy az útat nem én kerestem, az út talált meg engem, ez egy Körösi Csomó Sándor idézet. Nagyon jó tanítóim voltak, akik rávezettek arra, hogy meg azt lehet mondani, hogy nem csak az iskolai tanítómra gondolok, hanem arra a régi paraszti világba, amelyikben én fölnevelkedtem. Mert ott minden ember tudta. Ösztönösen ráérzett arra, meg belenevelődött arra, hogy mi az, amit az életben meg kell pöcsülni, mert a paraszti társadalom olyan, hogy az annak ellenére, hogy az emberek között vannak torzsalkodások, vannak viszályok, egy-egy elszántott borozda miatt, vagy valami másért, de az emberek egymásra vannak utalva, és a paraszti társadalomban egy falu közösség összetartozik, mint az a kenyértészta, amit összedagasztottak a sütés előtt. És ebben a világban nem beszélnek értékről, hanem élik azt, ami érték, és amit élnek, az jelenti most már nekünk az értéket, mert érezzük, hogy veszendőben van. Miska bácsi, ahogy Tolna megyében mindenhol emlegetik, többször el, majd visszaköltözött szülőfalujába, Siógárdra. Én többször voltam a pályám során szorosabb kapcsolatban a faluközművelődésével. Azt lehet mondani, hogy az első életemnek az a szakasza, ami mondjuk 18 éves koromig tartott, az azt jelentette, hogy én állandó, hogy mondjam, résztvevője voltam ennek a világnak, mert akkor még hagyományosan éltük a fiatal életünket, ugyanúgy legénykedtünk, mint az apáink, ugyanúgy jártunk a lányokhoz, benne voltunk mindenféle szokásban. Tehát ez mondjuk tartott 1955-ig. Tehát abban a világban még, amikor még a régi paraszti világ, azt lehet mondani, hogy változatlanul megvolt. A következő szakasz már több évtizeddel később volt, 1960-as évek elején kerültem haza ismét a faluba, amikor három évig itthon laktam még, a munkahelyem már Szekszárdon volt, de itthon laktam. Akkor is részese voltam a falunak, akkor is el lehet sorolni, hogy volt színjátor csoport a faluba, volt paraszt emberekből álló négy szólamba éneklő kórus. Volt egy olyan társaport, amelyik vitte a hírét a faluba sok helyen. Működött már az a báb csoport, amely azóta is működik, és például nagyon jó lenne, ha az is bekerülne az értéktárba, mert a megye egyedüli báb csoportja. Volt ifjúsági szervezet, és sok mindent lehetne mondani még, hogy mi volt sportélet, olyan sportélet, és nem csak futball, volt olyan sportélet, öten voltunk megyei válogatott atléták a faluból. A iskola udvarán állandóan ott pattogott a labda, mert ott volt egy állandó röplabda pálya, sportoltak az emberek, összejártak, ide járt a Dériné Színház, élet volt a faluban. De és a nyugdíjas éveimben pedig újra itt vagyok a hagyományőrző együttesben, de mondhatni azt, hogy tulajdonképpen egyik létrehozója voltam a halfőzőversenynek,
kitalálója voltam, és első megyébe, vagy talán az országban első megrendezője voltam az Arató versenynek, amit 1993-ban, ha jól emlékszem, szinte egyenesben közelített a Duna Televízió. Azt lehet mondani, hogy az életem minden szakaszában úgy voltam Siogárdi, hogy tevőlegesen részese voltam a Siogárdi életnek. Amikor itt élt, töretlen lelkesedéssel azon dolgozott, hogy összegyűjtse és átadja mintazt a kulturális örökséget, melyet magába hordoz, és időről időre továbbad a település a benne élő, sok tekintetben új és megújuló generációknak. Ma úgy van ebbe a faluba, hogy hát talán van még 20% a lakosok között, az 1300 ember között, akinek a szülei is ebbe a faluba születtek. Most az nem baj, nem lenne baj, hogy itt máshonnan ide költözött emberek élnek. Hiszen cirka 300 évvel ezelőtt sok helyről érkeztek ide azok az emberek, akik ezt a falu közösséget megépítették. Sok helyről érkeztek, és kellett hozzá egy-két emberöltő, és kialakítottak egy nagyon egységes kultúrát, hát amiről most beszélünk itt, meg itt van körülöttünk ebben a múzeumban. Ma az a helyzet, hogy megint sok helyről érkeztek ide az emberek. Gyűjtmentek, újagárdiak, mindegy, hogy nevezzük. Ez egyáltalán nem baj. Csak ezeket az embereket kellene valami módon motiválni, hogy a régi értékek, meg azok az értékek, amiket ezek az emberek hoztak magukkal, azok tudjanak egyesülni. Szóval ebből lehetne egy új Siogárd, ami képviselhetné azokat az értéket, amit a régi paraszti társadalom megteremtett, és létrehozhatna egy újat, aminek részesei azok, akik mostanában születnek itt ebbe a faluba, és létrejöhetne egy újabb Siogárd, amelyik majd egy másik jövőt jelenthetne ennek a falunak. Szabadi Mihály munkássága egy abból az értékből, melyet Siogárd hordoz. A leányvár, a táncok, a szőttesek, a hímzések ugyanúgy részei az itt élő kulturális emlékezetének és örökségének, melynek ismerete és szeretete agárdivá teszi az embert. Ennek segítségével megteremtődhet az a faluegység és közösségi értékrend, melyből ő is jött, melynek értékei felemelték, ismerté és elismertétették Szabadi Mihályt.